Üdvözlök mindenkit, én Kis Dóra vagyok, a Guardius Kft. Pályázati szakértője. A mai témánk a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat lesz, viszont mielőtt ebbe nagyon belemennék, szeretném bemutatni a kollégámat, Szász Mátyást. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen Dóra a felkérést. A Guardiusnál közel 3 éve vagyok, és amúgy 7 éve foglalkozok pályázatírással, mezőgazdasági pályázatok, céges pályázatok és lakossági pályázatokkal is foglalkozok egyaránt. Bízom benne Dórával sikerül egy átfogó képet adnunk a pályázatról. Akkor most térjünk a pályázatra. Ezt a pályázatot a fiatal gazda kistestvéreként szokták emlegetni, méghozzá azért, mert nagyon sok szempontból hasonlít a fiatal gazda pályázathoz, viszont most a újabb kiírásban elég sok könnyítés lesz, amiről majd fogunk is beszélni. Viszont, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy ez egyáltalán miről szól, és kik pályázhatnak, ezért Mátyás, először arra kérnélek, hogy mutasd be a pályázatot. Mekkora összeget lehet itt igényelni, kik azok, akik pályázhatnak? Az egyik legfontosabb, és szerintem amire mindenki kíváncsi, hogy 15 000 euróra lehet pályázni, ami mostani árfolyamon számolva körülbelül egy olyan 5 millió forintos összegnek felel meg. A pályázatnak fontos eleme, hogy ezt a támogatási összeget két részletbe tudjuk megkapni. A nyertes támogatói okiratot követően tudjuk leírni a támogatás 75%-át, és a pályázatnak az egyik feltétele, hogy bizonyos vállalásokat teljesítsenek a pályázók. Hogyha ezeket sikerül megugrani, akkor a maradék 25% a rákövetkező évre lehívható. A támogatás formája visszanemtérítendő támogatás, és egy ilyen általán jellegű támogatásnak hívják, aminek az a sajátossága, ahogy Dóra is említette, a fiatal gazdapályázathoz lehet hasonlítani. Itt egy ilyen szabad felhasználású célra adják a támogatási összeget, nyilván a mezőgazdasági üzemre kell, és a termelésre fordítani az összeget, de nagyon fontos, hogy nem kell számlákkal bizonyítani, forintra pontosan nem kell elszámolni a támogatási összeggel, tehát itt egyfajta nagyobb fokú szabadság van. A lényeg, hogy a vállalásokat teljesítsük, amit az üzleti tervben megadtuk. A pályázati keretösszeg az 2,5 milliárd forint, így várhatóan 476 darab támogatott projektet várunk. Ez nagyon jól hangzik. Kik azok, akik részt vehetnek ebben a pályázatban? Tehát milyen kritériumai vannak a pályázatnak? Nagyon jó kérdés, mert egy szűk célcsoportot céloznak meg ezzel a pályázattal. Elsősorban őstermelők pályázhatnak, ezen kívül mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók és szociális szövetkezetek tartoznak az igénylők körébe. És ezt főállásban kell, hogy csinálják, vagy akár mellékállásban is tevékenykedhetnek? A korábbi pályázati kiíráshoz képest egy nagyfokú könnyebbség az, hogy nem kell főállású őstermelőnek, vagy főállású egyéni vállalkozónak lenni, sem a beadás pillanatában, sem az 5 éves fenntartási időszak alatt. Azért volt kritikus ez a korábbi pályázatban, mert viszonylag kisebb üzemmérettel lehet pályázni, és nem biztos, hogy azt a jövedelmet el tudjuk élni főállás mellett, amivel akár a családunkat is el tudnánk tartani. Tehát ez nagyfokú könnyebbség, hogy ha van főállásunk, mellékállásban is lehetünk őstermelők, és indulhatunk a pályázaton. Akkor így viszont jóval többen pályázhatnak, mint mondjuk a korábbiakban. Igen. Azt feltételezzük, hogy nagyobb érdeklődés lesz, és igazából a korábbi években is megvolt az érdeklődés, de nem tudtak, vagy nem akartak belemenni egy ilyen fajta elköteleződésbe, ami egy ilyen 5 éves főállású tevékenységet takar. Így valószínűleg elég komoly dömping és túligénylés lesz a pályázatra. És ezen kívül milyen feltételek vannak még, tehát milyen kritériumoknak kell még megfelelni? Igen, mondtam akkor ezt a könnyítést, de ezen kívül még mindig van két kategória, amit nagyon figyelnek a bírálat során. Az egyik az, hogy a pályázónak
a támogatás beadásához képest 12 hónappal életvitelszerű tartózkodási helynek a vidéki térség településén kell lennie. A vidéki térség településeinél van egy olyan feltételünk, hogy a népesség 10 000 főnél kevesebb, valamint a 10 000 fő feletti lakosság esetében a tanyás települések külterületei számítanak ide. A jelenlegi felhívásban még nincs a segélytetek között a konkrét településlista, de a jelenleg társadalmi egyeztetésen van a felhívás, de amikor valóban megjelenik a végső formájában a pályázat, akkor már lesz egy segédetek között egy ilyen település lista, ahol 100%-osan ezt le tudjuk ellenőrizni. Ez az egyik kategória. A másik kritérium, aminek meg kell felelnünk, hogy a 2019-es évre, a teljes üzleti évben mezőgazdasági termelésből származóan 3000 euró estéjét meg el kell érni, de nem szabad, hogy meghaladja az üzemméretünk a 6000 euró esté értéket, vagy aki nem tudja igazolni a mezőgazdasági tevékenységét, ő neki az SZIA bevallás, vagy az árbevételének, a 2019-es árbevételével tudja ezt igazolni. Itt is a 2010-es árfolyammal elszámolva az a feltétel, hogy egy ilyen 825.750 forint és egy ilyen 1.651.500 forint közötti bevételt érjen el, hogy jogosult legyen a pályázatra. Egy kis kiegészítés ehhez, hogy a vidéki térség az a Budapest és agglomerációján kívüli térségek lehetnek 10 000 fő alatt, illetve aki nem tudja pontosan, hogy ő mekkora üzemmérettel rendelkezik, ő, ha beírja a Google-be, hogy STI kalkulátor, akkor a Nemzeti Agrárkamara oldalán ezt megtalálhatja, és akkor ott tud számolgatni. Viszont, hogyha itt is esetleg elakadás van, akkor nyugodtan keressen bármelyikünket, a végén ki lesz írva az elérhetőségünk, és akkor tudunk segíteni mi is. És a következő az az, hogy ugye hogyan lehet az üzemméretet igazolni. Ugye aki növénytermesztéssel foglalkozik, és van földterülete, neki minden évben egy terület alapú támogatási kérelmet kell benyújtani, és itt a 2019-es évre vonatkozólag fogják ezt kérni. Ha ez esetleg nincsen meg, volt már egyébként erre példa pályázóknál, akkor ebben az esetben a kormányhivatali igazolás is megfelelő lehet a pályázathoz. Akinek viszont állatai vannak, ott egyrészről kötelező egy hatósági állatorvosi igazolás, illetve akinek szarvasmarha, juha vagy juhai, illetve kecskéi vannak, ott egy NR nyilvántartásba bejelentett átlaglétszámot kell nézni. Tehát itt hangsúlyozom, a 2019-es adatokat fogják majd számításba venni. És akkor jöjjenek a kötelező vállalások. Ugye ez az, ami leginkább szokott érdekelni mindenkit, hogy oké, hogy lehet nyerni 5 millió forintot, és ez szabadon felhasználható összeg, de mit kell ezért tenni? Mátyás? Igen, ahogy mondtam, hogy nem kell elszámolni a költségeket, igazából a vállalásainkat fogják nézni a pályázat során. Az egyik legfontosabb, hogy ahogy előbb említett üzemméretünket, a negyedik év végére meg kell haladni a 6000 euró STI értéket, vagy ezzel megegyező értékű árbevételünknek kell lenni, ami közel ilyen 1,7 millió forint körüli összegnek felel meg. Tehát a pályázat célja, hogy egy olyan gazdaságunk egy olyan növekedést érjen el, ami már jelentősebb jövedelemszerzésnek az alapjául szolgálhat. Második vállalás, vagy egy év vállalás, hogy 9 hónapon belül meg kell kezdeni a támogatás felhasználását. Igazából ez egy hálás vállalás, mert igazából a megnyert támogatásunkat elkölthetjük, vagy elkezdhetjük. Megmondják, hogy 9 hónapon belül mindenképpen el kell kezdeni elkölteni. Mindenképpen fontos cél, hogy a pályázókat szakmailag is támogassák, ezért kiírtak egy kötelező képzésen való részvételt, ami egy 2 napos képzés és egy díjmentes képzésről van szó. Itt mindenképpen a hatékony üzemméret és a gazdálkodáshoz kapcsolódó
oktatásban vehetnek részt a pályázók. Valamint mindenképpen fontos, hogy fenn kell tartani az őstermelő és az egyéni vállalkozó státuszunkat a működési időszakban, tehát az 5 éves távlatban folyamatosan. Nyilván, ahogy mondtam, lehet főállásunk, de nem szüneteltetjük az egyéni vállalkozói tevékenységünket, így alapvetően ennyi a kötelező vállalásoknak a sora. Ez nagyon jó, és könnyen teljesíthető. És mik lehetnek a pályázatnak a buktatói? Mert ugye azért ez is felmerül egy pályázni kívánó személy fejében, hogy mi az, ami miatt mondjuk neki ez nem sikerülhet. Illetve miért érdemes pályázatíró céget igénybe venni ahhoz, hogy sikeres legyen a pályázatuk? Igen, ezt beszéltük korábban is, hogy a könnyítéseknek hála valószínűleg több-több pályázó fog megfelelni a kritériumoknak, így jelentős túligénylésre számítunk az elkövetkező időszakban. De mi mindenképpen a pályázat buktatói között elsősorban az üzemméretnek az igazolhatósága, vagy nem igazolhatósága jelenti szerintem a legnagyobb problémát. Nagyon sokan nem tesznek eleget a kötelező kötelezettségeiknek a mezőgazdasági tevékenységükkel kapcsolatban. Az állatlétszámot nem jelentik be, de már igazából 2019-es értékeket kell bizonyítani, és hogyha ne adj Isten eladta az állatait, akkor igazából már nem is tudjuk visszamenőleg ezeket igazolni. Tehát igazából mindenképpen ez az egyik kritikus pont. A további buktatóid mindenképpen a pontozás során egy pontozásos pályázatról van szó, ahol az üzleti tervnek a koncepciójára és részletességére, kidolgozottságára lehet pontokat szerezni, valamint igazából itt a pénzügyi tervezés, hogyha irreális számokkal dolgoznak, tehát hogyha a meglévő gazdaságuk során akár olyan felvásárlási árakat határoznak meg, amire a piacra nem volt jellemző, igazából nem a valóságot tükrözi. Ezek lehetnek igazából a pályázat fontosabb buktatói, de ahogy beszéltük is, hogy ezért érdemes egy tapasztalt pályázatíróval átbeszélni, akár a teljes koncepciónkat, a fejlődési lehetőségeinket, hogy tényleg az 5 évre olyan vállalásokat tegyünk, ami tartható és reális. Mik az előnyei ennek a pályázatnak? Mert ugye erről már beszéltünk korábban is, viszont azért jó ezt még egyszer kihangsúlyozni, aki esetleg mondjuk a korábbi kiírásban nem tudott részt venni. A pályázat előnyei összefoglalva, mindenképpen a legkomolyabb előny, hogy nem kell kötelező főállású őstermelőnek és egyéni vállalkozónak lenni. Tehát egy nagyon jó melléktevékenységet lehet kiépíteni, vagy egy jövedelemforrást ezzel a pályázattal, és hosszú távon akár valakinek ez válhat a fő tevékenységévé, de nincs belekényszerítve, hogy ebből kell megélni. Mindenképpen kedvezőbb feltétel az életvitelszerű tartózkodási helyigazolása. Korábban nem az elmúlt 12 hónapot nézték, hanem az előző év január 1-jének kellett megfelelni. Tehát most egy szűkebb intervallumnak kell csak megfelelni. Nyilván itt is bővül a potenciális pályázó köre. Ezen kívül nyilván előny, hogy hamarabb igényelhető a támogatási részlet, vagy a második részlet, ez a 25%. Korábban úgy volt, hogy az első részlet lehívását követően 36 hónapot követően lehet leghamarabb igényelni. Most igazából a kötelező vállalások teljesítését követő évben már igényelhetjük a második részletet. Nagyon jó. Aki mondjuk az eddig elhangzottak alapján még mindig nem biztos abban, hogy ő mondjuk jogosult erre a pályázatra, vagy nem, annak javasoljuk, hogy töltsön ki nálunk egy díjmentes előminősítést. Ennek egyébként az ideje az körülbelül 2 perc. Ott felteszünk kifejezetten a feltételekre, vagy a pályázatra vonatkozó kérdéseket. Ez alapján ki tudjuk szűrni, hogy ki az, aki megfelel a feltételeknek, illetve ki az, aki nem. És ezt követően pedig lehetőség van a velem vagy a többi kollégával
egy személyes konzultációra, aki mondjuk nem szeretne ilyet, ott még telefonos is, vagy akár online konzultáció is működhet, és ezt kifejezetten azért szeretjük, mert így személyre szabottan tudunk tanácsot adni a pályázóknak, és könnyebben el tudják dönteni ők is, hogy egyáltalán szeretnének pályázni, vagy nem, amennyiben a feltételeknek is megfelelnek. Viszont elég sokan tettek fel nekünk már előre kérdéseket, úgyhogy a következő napirendi pontja a mai estének az az, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy lesz már közte olyan, amire már előzetesen választ adtunk, de hát az ismétlés a tudás anyja. És akkor keresem is. Az első kérdés az egy nagyon összetett kérdés volt. Az első része az az volt, hogy amire egyébként, ha Mátyás jól tudom, már válaszolt, hogy a tartózkodási helyre vonatkozó értékelési szempontok település listáinak hol lehet utána nézni, hogy meg tudjam állapítani, hogy a ő településük hova tartozik. Igen, ezt már említettem, hogy a jelenlegi társadalmi egyeztetésen lévő felhívásnak még a mellékleteit nem tették közzé, de hogyha erre sor kerül, lesz egy a segédletek között egy konkrét település lista, ahol meg tudjuk nézni, hogy szerepel a mi településünk, vagy a pályázandó település a listán. Addig viszont érdemes a korábbit használni. Igen, azért is, ahogy Dóra mondta, az előminősítést érdemes kitölteni, mert a korábbi évek tapasztalatai alapján el tudjuk kezdeni akár az üzleti tervnek az előkészítését, és el tudjuk dönteni, hogy valóban potenciálisan indulhat-e a pályázaton. Ráadásul még most pont időben is vagyunk. Igen. Második kérdése a hölgynek az az volt, hogy szükséges-e a pályázatból beszerezni kívánt gépekről árajánlatot mellékelni a pályázathoz, illetve egy adott gépről egy vagy több szolgáltatót kell megkeresni ugyanazzal az árajánlat kéréssel? Nagyon jó a kérdés, mert minden pályázatnál igazolnunk kell a piaci árat, tehát hogy 3 darab független árajánlattal. Ennek a pályázatnak az a szépsége, hogy említettem a fiatal gazdához, vagy ahogy beszéltük, hogy a fiatal gazda pályázathoz hasonlóan szabad felhasználású pályázat, tehát a költségek elszámolásához semmilyen árajánlatra, egyre és se 3-ra nincs szükségünk, hanem magát a vállalásokat fogják majd nézni a bírálók, azonban mindenképpen a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően a költségszámlákat meg kell őrizni a vállalkozásnak. Illetve még azt is kérdezte a hölgy, hogy ezek a gépek, amiket ő a pályázati pénzből meg szeretne venni, ezek csak új gépek lehetnek? Alapvetően igen, az uniós forrásból csak új gépek beszerzését lehet finanszírozni. És akkor az utolsó kérdése, az pedig egyébként egy olyan kérdés volt, amit tőlem már más pályázó is megkérdezett, az pedig az, hogy 2019-ben ő elérte a 3000 euró estét, viszont 2020-ban még nem. Ebben az esetben ő pályázhat-e 2020-ban? Alapvetően a jelenlegi felhívás szerint igen, mert a 2019-es üzemméretet kell igazolnunk. Ahogy beszéltük, még társadalmi egyeztetésen van, így számos kérdése nem egyértelmű a válasz, de a jelenlegi felhívás szerint pályázhat. Köszönöm. Következő kérdés, ezt is egyébként nagyon sokan már kérdezték, hogy bálistán szereplő személy kaphat-e bármilyen támogatást, úgyhogy egyébként bejelentett határozatlan szerződéssel rendelkezik. Erre a válasz az, hogy pályázhat, mert itt azt nézik, hogy a rendezett kapcsolatai legyenek, vagy pontosabban ezt te tudod, tehát ne legyen adó vagy köztartozása, de hogyha már nincsen neki, és még bálistán szerepel, akkor viszont pályázhat, ugye? Igen, ahogy mondtad, hogy harmadik félnek ne legyen tartozása, ami befolyásolhatja a pályázatot, tehát akár egy végrehajtás alatt lenne, vagy végrehajtás lenne, akkor sem tud indulni, de alapvetően a hitelfelvételnél kizárók a bállista. Hogyha rendezte a tartozását, és igazából passzív bállistán van, akkor a pályázat szempontjából
indulhat, nem kizárólagos. Illetve az, hogy határozatlan szerződése van, ez nem probléma, mert ugye az egyik könnyítés az pont ez, hogy nem kell főállású egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként dolgoznia, tehát hogyha van mellette egy biztos munkahelye, azt nyugodtan megtarthatja akkor is, hogyha pályázik. Igen, igen. És akkor a következő kérdés, dohányboltot üzemeltetek, ez beletartozik-e a pályázatba? Igen, azt lehet, hogy nem hangsúlyoztuk, de mindenképpen mezőgazdasági termelőnek kell lennie a pályázónak, így sajnos nem pályázhat a dohányboltal. És akkor megint egy olyan kérdés, amit sokan feltettek. Aki fiatal gazda pályázaton már nyert a korábbi években, ő például pályázhat-e? Ez a kérdés az arra is vonatkozik, hogyha már mondjuk olyan fiatal gazda szeretne pályázni, akinek már a fenntartási időszaka is lejárt. Sajnos ezt a pályázatba egyértelműen meghatározták, és kizárják a korábbi fiatal gazda nyerteseket. Szomorú. Így sajnos igen, nem. És volt egy olyan kérdés, hogy József írta, hogy a párja viszont nem fiatal gazda pályázatot, hanem ugyanezt a kisüzemes pályázatot nyerte meg, és ő most, mint a férje szeretné beadni a pályázatot, külön őstermelői igazolványa van, viszont a lakóhelyük az ugyanaz. Ebben az esetben ő indulhat-e a pályázaton? Szintén ugyanaz a helyzet, mint a fiatal gazdánál, hogyha korábban nyertek az adott tartózkodási helyről a pályázatot, akkor nem adhatunk be új pályázatot, és itt még mindenképpen kiegészíteném azzal is, hogy a mostani pályázati felhíváson is egy darab életvitelszerű tartózkodási helyről csak egy pályázati kérelmet fognak jóvá hagyni. Tehát, hogyha egy címen több őstermelő van családon belül, az egyikük tud pályázni. Nyilván el kell dönteni, hogy kinek igazolható az üzem mérete, vagy kinek a üzleti terve, vagy kinek tudjuk összerakni azt a koncepciót, amivel a legnagyobb is eséllyel indul a pályázaton. Jó. Tamás, ő elég szükszavú volt, és nem is kérdést tett fel, hanem inkább leírta, hogy mit szeretne. Ő azt írta, hogy őstermelő és malom ipari hántoló eszköz szeretne. Hát erre a válaszunk az az, hogy ez ha kérdés volt, hogy ezt ő megcsinálhatja, mert szabad felhasználású az összeg, tehát nincs meghatározva, hogy mire költheti pontosan. Volt egy olyan kérdés is, és egyébként tőlem az elmúlt napokban ezt is sokan kérdezték, hogy olyan nem főállású őstermelők is jogosultak lehetnek-e, akik csak a 2020-as évben kezdték meg a tevékenységüket. Ez akár őstermelőre, akár egyéni vállalkozóra vonatkozik. Mármint a kérdés. Igen. Sajnos a pályázati kiírás egyértelműen fogalmaz, hogy a 2019 teljes lezárt üzleti évben kell az üzemméretünket igazolni, tehát az induló vállalkozások, akik ennek nem felelnek meg, sajnos nem indulhatnak a pályázaton, és igazából olyan szinten se, hogy ha még hozzám is jöttek be kérdések, hogy még nem is vagyok vállalkozó, de szeretnék az lenni, és akkor így tudok-e pályázni ezzel a szándékkal. Sajnos 2019-ben január 1-én már annak kellett lennie. És akkor jön egy utolsó kérdés, ezt Judit tette fel. Ő azt írta, hogy 60 év feletti nyugdíjas őstermelőként is igényelhető a támogatás, vagy csak aktív korú őstermelő igényelheti? Szerencsére indulhat, tehát igazából nincs korhoz kötve itt a pályázaton való indulás. Nyilván, ahogy beszéltünk, hogy a fiatal gazda pályázathoz hasonló kiírásról van szó, és ott elvárás az életkor. Itt szerencsére az egyéb feltételeknek megfelelünk, akkor tudunk indulni a pályázaton. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen egyrészt a figyelmet, másrészt a sok kérdést. Akinek még esetleg van kérdése, vagy most úgy érzi, hogy a webkonferencia alatt nem kapott választ arra, amire ő szeretne, akkor itt láthatóak már az elérhetőségeink, úgyhogy nyugodtan keressenek minket bármikor bizalommal, illetve javaslom továbbra is azt, hogy
töltsenek ki egy előminősítést, tényleg csak 2 perc, viszont könnyebben választ tudunk adni arra, hogy egyáltalán jogosultak-e a pályázatra, vagy nem. Még egyszer köszönöm szépen a részvételt. Én is köszönöm szépen a felkérést, és további szép napot kívánok.